Padlóra kerülhetnek a következő évi költségvetéstől az önkormányzatok, állítja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Gémesi György szerint a rezsicsökkentésből történő kizárásuk arra kényszeríti őket, hogy olyan területekről vonjanak ki pénzt, ahová korábban már betervezték. TAB fideszes polgármestere szerint sérülni fognak a támogatási rendszerek. Teljesen természetes, hogy a településeken működik a közvilágítás, ahogy az is, hogy van egészségügyi ellátás, kulturális és sportélet. Pedig elképzelhető, hogy ezeken a területeken is szűkebbre kell húzni a nadrágszíjat, miután a kormány bejelentette, hogy kizárják a rezsicsökkentésből az önkormányzatokat és cégeket. Sérülni fog az összes támogatási rendszerünk, amit belülről vezénylünk, ilyenek, mint sporttámogatás, egészségügyi, szociális, mindenféle egyéb támogatásaink csökkenni fognak. Az is előfordulhat, hogy a közvilágításon is spórolni kell majd, mondta TAB fideszes polgármestere, aki a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke is egyben. Nem lesz annyi fűnyírás, nem lesz annyi fakivágás, nem lesz annyi ároktisztítás, és ilyenbe fogja észrevenni majd a lakosság, hogy mi is balanszírozni fogunk mindenen. Valahol ez már most is így van különben, de most az egész önkormányzati szektort ez el fogja érni. Ettől tart a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is. Életben lévő, folyamatban lévő szerződések vannak, és ezek a szerződések tartalmaznak árat, és hát ugye azt gondolná az ember, hogy szerződéses jogviszonyt nem nagyon lehet évközben megváltoztatni. Wittinghoff számokat is mondott. Szerinte ez egy nagyobb, megyei jogú városnál milliárdos kiesést jelenthet. Kisvárosoknál 100 milliós tételről lehet szó évente. Gímesi György szerint a 2023-as költségvetés padlóra küldi az önkormányzatokat, mert például van egy 310 milliárd forintos olyan kiadása az önkormányzati fejezetnek, melyhez nincs meg a biztonságos bevételi lehetőség. Gímesi szerint azonban ezt valahonnan be kell majd szedniük, ha működni szeretnének. És akkor itt térek vissza arra, hogy megvédte a kormány a rezsicsökkentést, megvédte a lakosságot, megvédte az embereket, csak hogy ránk bízta azt a feladatot, hogy ennek a 310 milliárd forintnak a fedezetét valahonnan, mondjuk egyrészt a lakosságtól beszedjük. Ez egy nagyon álságos magatartás. A MÖSZ elnökségi ülésen megfogalmaztak egy nyilatkozatot, és abban bíznak, hogy a június 16-ai belügyminisztériumi egyeztetések eredményesek lesznek. A DK országgyűlési határozatot javasol, hogy a kormány ne törölhesse el az önkormányzatok rezsicsökkentését. Kerestük az ügyben a kormány, de adásunkig nem kaptunk választ kérdéseinkre.